Kivételes zenei élmény várta a klasszikus muzsika barátait a Vörösmarty Színházban. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Farkas Ferenc bérlet sorozatának záró koncertjén megcsodálhatták a Kossuth és Liszt Ferenc díjas szerte a világon ismert és elismert virtuóz zongoraművész Balázs János játékát, aki Rachmaninov második C-moll zongora versenyével kápráztatta el a zeneértő közönséget. Azt, hogy ma a második zongora versenyt itt eljátszottam a Vörösmarty Színházban, az számomra azért különleges alkalom, mert még a szimfonikus zenekar, az Alba Régia szimfonikus zenekarra soha nem játszottunk együtt. Óriási élmény volt a próba, gyönyörű szépen játszik a zenekar. Ez egy nehéz verseny, mi ezt szögezzük le. Ez nem egy repertoár darab, ez nem egy olyan, amit minden héten játszik egy zenekar. Nagyon kemény munkát kell beletenni, és fokozott figyelmet kell tenni a szólistára, mert ez minden zongorista másképp játsza. Nagyon-nagyon jó, igényes kamara muzsikálás alakult ki, ragyogó karmesterrel, Dobszai Péterrel, akivel szintén első alkalommal dolgozunk együtt. A szimfonikusok Dobszai Péter junior prímadíjas karmester vezényletével Rachmaninov műve mellett elmélyülhettek Beethoven C-moll sor szimfóniájának dallamaiban is. Dobszai Péter megerősítette, a zenekar számára minden szempontból megerősítést jelent, hogy Balázs Jánossal együtt mutathatnak egyfajta jövőképet a közönség számára. A személyes kapcsolatom Balázs Jánossal nem most kezdődött, ismerem őt régebről, de mégis ez az első alkalom, hogy együtt muzsikálunk. És nekem nagyon nagy élmény azt, és a kollégáimon is ugyanezt látom, hogy nagyon nagy élmény nekünk megtapasztalni az ő zeneiségét, mert hát az ő személyében nem csak egy nagy virtuózról beszélünk, hanem egy mély muzsikusról, és egy végtelenül szerény és kedves emberről. Úgyhogy Rachmaninov hangjain keresztül kapcsolódni ő vele, ez egy ajándék mindegyünk számára. A nívós koncertek sorát tehát ezúttal egy olyan vendégszólistával zárta a zenekar, akinek játéka, magas szintű zongora technikája mély zeneiséggel párosult, miközben megcsillogtatta különleges képességét arra is, hogy játékával megszólítsa a közönséget.